Javában szerelik a légtechnikát a Városi Művelődési Központ tetőjén. Az elmúlt időszakban többen panaszkodtak a nagy melegre, illetve a klímaberendezés hiányára. Ezt szerette volna orvosolni a Művelődési Központ egy új légtechnikai rendszer kiépítésével. A beruházás megvalósításához a Városi Önkormányzat biztosította az anyagi fedezetet. Eredetileg az idejévi költségvetésben elkülönített 200 ezer euró a moziterem felújítását szolgálta volna, azonban mivel ez a modernizálás idén nem valósul meg, ezt az összeget a másik célra használták fel. Talán az igényeink is megnőttek, ugyanúgy az ide látogatóké, mint a miénk is, a színészeknek is szeretnénk a lehető legjobb lehetőséget, legjobb helyszínt nyújtani, és bizony a nyári hónapokban nagyon bemelegedett a helység, nem igazán volt jó az a szellőzőrendszer, elavult, régi, hangos, tehát mindenféleképpen haladni kell a korral, úgyhogy ez egy olyan igény, amelyet azt gondolom, hogy épít volt az ideje, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsuk. A következő 2019-20-as színházi évad kínálatát az előző évek tapasztalatai alapján állítják össze a Városi Művelődési Központban, ahol már jól ismerik a nézők igényeit. A két felvidéki magyar társulat, a Tália Színház és a Jókai Színház előadásainak ezúttal már két-két alkalommal is tapsolhat majd a színház látogató közönség. Emellett természetesen a nagy népszerűségnek örvendő budapesti színházak is elhozzák legújabb darabjaikat. Megint lesz musical, lesz vígjáték, de lesz drámai műfaj is, hiszen tudjuk, hogy van olyan igény is, hogy igenis szomorúbbat is szeretnénk, hogy katartikus élményeket szeretnénk átélni, de az az igazság, hogy a nézőink nagy számban inkább a vidámabb darabokra jönnek szívesen, és ezeket a darabokat tudjuk jobban eladni, hiszen nekünk be kell biztosítani, hogy a költségvetésünket és a támogatás nagyon nincs, úgyhogy igazán olyan darabokat kell keresnünk, amelyekre lesz igény és kereslet. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy megemelték a produkciók árát, és nagyban befolyásolja ez is, hogy mit fogunk választani. A Dunaszerdahelyi közönség a 2019-20-as színházi évadban többek között két musicalt is láthat, mégpedig a Légy jó, mint halálig és a Padlás című darabokat. Az évad 2019. októberében kezdődik el.